Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg most következő műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, akivel a legszebb konyhakertek programról, illetve a városban az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta ismét meghívásunkat. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Véget ért a legszebb konyhakertek 2012 programja. A lovasnapokon megtörtént az esemény, a díjátadás. Alpolgármester asszony, hogyan telt a nyár, hány konyhakertet tekintettek meg, mekkora volt az érdeklődés erre a programra? Szerencsére elmondhatom, és ezt örömmel mondom, hogy a vártnál nagyobb volt az érdeklődés, hiszen 22 jelentkezőnk volt. A kertek zömét minden zsűritag látta. Nyilván mindet megnézni két alkalommal nem volt lehetőségünk. Az első bejárást két részre osztva tettük meg, és a második bejárásnál a díjazásra ítélt, illetve a díjazásra gyanús kerteket néztük meg közösen az egész zsűrivel, és ezután ültünk össze, és hát nehéz döntés után, de megszületett az eredmény. Mennyire voltak ötletesek ezek a kertek, a kivitelezést mennyire nézték? Néztük a környezetet, elvárásunk volt, hogy rendezett, gondozott, esztétikus környezetben legyenek ezek a kertek kialakítva. Ennek a kívánalomnak mindenki eleget tett. Nagyon szép gondozott kerteket láttunk, igazi szakszerű kertgondozásról adtak tanúbizonyságot a kertgazdák. Ötletes kialakítások voltak ki lugasban, ki fóliában, különféle különleges öntözési módszerekkel próbáltak minél szebb és egészségesebb növényeket termeszteni a kertjükben, tehát úgy gondolom, hogy nagyon profi kertgazdáink vannak, legalábbis a nevezésekből ez derült ki. Korosztályokat tekintve milyen spektrumon mozgott a korosztályi elosztás? Hogyha jól tudom, akkor volt nagyon ifjú versenyző is. Így van. Mindig azt mondtuk, hogy 7 évestől 77 évesig terjedt a jelentkezőknek a kora, viszont volt egy helyesbítés. Éppen a karcagi konferencia előtt kaptam egy nagyon kedves levelet az egyik nevezőnktől, Váci Sándor úrtól, aki közölte velem, hogy ő szeptember 18-án betöltötte a 80. évet. Tehát tulajdonképpen a legidősebb versenyzőnk ő, de még egy hölgy is jelentkezett erre a posztra, úgyhogy lassan meghirdethettük volna a legidősebb versenyző kategóriát is, de tulajdonképpen elmondható, hogy a kisiskolástól a nyugdíjas idősebb korosztályig is tulajdonképpen minden korosztályt felölelt a jelentkezők kora, hiszen középkorosztály 30-40-50 év körüliek is voltak. Én úgy gondolom, hogy Karcag minden korosztálya képviselve volt ezen a nevezésen. A zsűri milyen szakemberekből tevődött össze? Mit lehet tudnunk erről? A zsűri 5 fős volt. Turmezei Sándor, Ézsiás Antal tanárurak, Fazekas Lajosné Évike, ifjú Huba Imre és jó magam alkottuk a zsűrit. Igyekeztünk szakszerű szemmel nézni, de tulajdonképpen nem a nagyon-nagyon nagy szakmaiság volt itt a lényeg, hanem az, hogy tradicionális, régi, úgymond paraszti vidéki kerteket lássunk viszont. És ez az elvárásunk tulajdonképpen teljesült is, hiszen nem ilyen mértanilag megtervezett és mindenféle kompozíciókkal megvalósított kertek
tárultak elénk a kertbejárások során, hanem azok a régi nagyanyáink típusú vidéki paraszti kertek. Hogyan zajlott a díjátadó ott kint a lovasnapokon? Hogyan értékeli? A díjátadó érdekes esemény volt, hiszen nem egy zárt térben, hanem szabadban történt, és a kertgazdáink eddig nem ismerték egymást, és nagyon aranyosan ott összeverődtek, és csoportokba elkezdtek beszélgetni, megismerni egymást, és mindenki nagyon örült annak, hogy megismerkedhetnek, vagy pedig, hogyha ismerősökkel találkoztak, akkor ő is benevezett ebbe a versenybe. És ennek folytatása is volt, mert amikor a konferenciára készültünk, akkor összehívtam őket, megbeszéltük, hogy ki mivel fog bemutatkozni a konferencián, és egy kicsit úgy összekovácsolódott a társaság. Egy kis csapat lett. Igen, és én úgy gondolom, hogy ennek lesz is folytatása. Én úgy látom, hogy igénylik azt, hogy összejöjjünk, beszélgessünk, átadják egymásnak a tapasztalataikat, élményeiket, látásmódjukat, vagy elgondolásaikat, vagy csak egyszerűen beszélgessenek, és eltöltsék értelmesen a szabadidejüket. Hogyan látja a polgármester asszony, hogy elérte a célját ez a program, amit meghirdettek? Én úgy gondolom, hogy elérte a célját, hiszen Karcagot meg tudtuk mozdítani, és nagyon fontos megjegyezni, hogy emellett Püspöklenány volt az első olyan város, aki mellénk állt, és már 2012-ben meghirdette, tehát idén meghirdette, és megvalósította ezt a programot, tehát náluk is lezajlott úgy, mint nálunk, illetve egyre több város jelentkezik, csatlakozik hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ez most már országosnak mondható, sőt, inkább azt mondom, hogy külföldre is eljutottunk, hiszen Karcag két testvérvárosa, Szepsi, a felvidéki Szepsi és Székelykeresztúr a 9. konferenciára jelentette be ünnepélyes kereteken belül, hogy ők is csatlakoznak ez a megmozduláshoz, ez a programhoz. Hogyan látja a jövőben, ugye említette, hogy a két testvérvárosunk is bejelentette, hogy csatlakoznak. Lesz-e eszmecsere a jövőben, vagy tudnak-e esetleg egymásnak ötleteket adni majd a Magyarország és a határon túli városok? Tehát, hogy mi is sülhet ki ebből a koprodukcióból? Hát tulajdonképpen a fantázia végtelen, mert rengeteg minden kisülhet belőle, hiszen a különböző országok, nemzetek kertkultúrája akár nagyon nagy mértékben eltérhet egymástól, és úgy gondolom, hogy el is tér, hiszen Németországban, Franciaországban, Angliában azért más módon kertgazdálkodnak az emberek. Nyilván a testvérvárosai, mivel közel vannak a magyar határhoz, elképzelhető, hogy nagy vonalaiban hasonló hagyományokat ápolnak és őriznek, és hasonló módon történik a kertgazdálkodás, de mindenképpen lesznek olyan tapasztalatok, amik mások lesznek, és ezt szerintem nagyon jó érzés lesz majd átadni mindenkinek, és tervezünk is ilyeneket. Szeretnénk az ifjúságot is bevonni, és terveink szerint Bácskosútfalva is, Délvidék is csatlakozni fog hozzánk. Folynak a tárgyalások, a lengyelországi Krosno testvértelepülésünk is komolyan érdeklődik a program után, ott tudjuk, hogy nagyon komoly a kertkultúra, de Schwarzheide németországi testvérvárosunk és Longo franciaországi testvérvárosunk is elkérték a programot, lefordítottuk számukra, és a közeljövő tárgyalásai fogják majd meghatározni azt, hogy náluk milyen módon, milyen vonalat képviselve, milyen úton járva lehet ezt népszerűsíteni és terjeszteni a lakosság körében. Tehát akkor, amit most elmondott, ebből az derül ki számomra, hogy ez nem csak egy országos program lesz. Hát nem, annál is inkább, hogy most 22-én, 23-án lesz vidékfejlesztéssel és agráriummal kapcsolatos konferencia Brüsszelbe, és erre is készült egy bemutatóanyag, és ez is lefordításra került, úgyhogy most Brüsszelbe fog menni a program. Igen, szívből gratulálunk. A programsorozat lezárásaként Karcagon november 9-én a Városháza nagy termében egy konferenciát rendeztek. Mit kell tudnunk erről a rendezvényről? Hogyan zajlott, kik voltak az előadók, milyen témában voltak előadások? Ez azt kell tudni, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz Karcagváros önkormányzata 2012. augusztus 31-ével egy pályázatot nyújtott be, aminek a keretén belül lehetőségünk van, illetve lett, három konferencia megrendezésére, és ezen a konferencián került sor a 2012-es karcagi, illetve most hétvégén a Püspöklenányi programnak a bemutatására, értékelésére, a tapasztalatok összegzésére, emellett szakmai előadások megtartására, és
ezen a konferencián került a program országos meghirdetése is. A konferencián ugye a szakmai előadások mellett különböző hitelek kóstolására is volt lehetőség. Miket kóstolhattak az érdeklődők? Igen, az én drága kerteseim, akikre nagyon büszke vagyok, és tényleg ezúton köszönöm és gratulálok nekik az egész nyáron folyó, ősszel folyó munkájukhoz és segítségükre, támogatásukra. Nagyon jól tudtam számítani, és ez nagyon jól eső elismerő érzés volt számomra. Különböző általuk készített termékekkel készültek, voltak ott lekvárok, befőttek, dzsemek, ivólevek, és hát az általuk megtermelt zöldségek, amiket még ugye be lehetett mutatni, de zöldborsó, már saláta már nem található, tehát ezeket nem tudtuk bemutatni, csak fényképeken tudtuk, fotókon tudtuk megnézni, de nagyon-nagyon szép, színes és kívánatos asztalt alkottak a konferencia résztvevőinek, és a konferencia végeztével nagyon komoly kóstolás is volt. Én úgy gondolom, hogy az asztalról minden ehető elfogyott, és mindenki jó érzéssel kóstolgatta ezeket a produktumokat. Meghirdetésre került a rendezvény keretén belül a Legszebb Konyhakertek 2013 programsorozat. Milyen volt a fogadtatása? Jó volt a fogadtatása, külön öröm volt számomra, hogy Szepsi testvértelepülésünk és Székelykeresztúr testvérvárosunk mellett Kunszent Miklós, magyarországi testvérvárosunk is bejelentette a csatlakozását, és emellett nagyon sok dunántúli város, Tata, Fonyód érdeklődött, Sziget-Szent Miklóssal is tárgyalásban vagyunk, Kapolccsal is, tehát tulajdonképpen egyre jobban terjeszkedünk, és a határokat feszegetjük, hogy az előbb is említettem Kapolcs már. Kapolcs nem véletlen, Kapolcs gondolom nem véletlen, igen. Tudjuk, hogy szívecsücske. Igen, és tulajdonképpen várom, és jönnek is a jelentkezések. Tiszaörs polgármesterasszonya is jelentkezett, Kenderes polgármesterasszonya is kifejezte, illetve jelezte csatlakozási szándékát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebből egy nagyon szép országos program lesz, annál is inkább, mert az önkormányzatok két portálon tudnak bejelentkezni, az egyik a Gasztroangyalnak az internetes portálja, a másik pedig a Karcagváros honlapja. Tehát a Gasztroangyal című Duna televíziós műsorral együtt, Borbás Marcsival együtt fogjuk koordinálni az országos programot, hiszen fontos, hogy mindenkiről tudjunk, kik azok, akik meghirdették, lefolytatták a településükön, milyen eredményeket, milyen tapasztalatokat szereztek, hiszen ennek csak úgy van értelme, hogyha ezeket tudjuk koordinálni, van információnk róla, illetve a tapasztalatokat össze tudjuk gyűjteni, és akár füzet formájában ki is tudjuk adni. Ugyanis a kertbejárások során azt vettük észre, hogy a kertgazdák egyre több régi praktikát és régen használt kertápolási, növényvédelmi módszert hoznak a felszínre, és beszélnek meg egymással. Én úgy gondolom, hogy ennek nagyon jó lehetősége lesz ez a program, hogy ezt összegyűjtsük, és egy csokorba foglaljuk, hogy a jövő nemzedékének át tudjuk majd adni ezek a apáink, nagyapáink, ükapáink által kidolgozott technikák, praktikák megmaradjanak és tovább éljenek. 2013-ra meghirdetésre került a 2012-es idei tapasztalatok alapján zárt kertben is ez a verseny, hiszen a balkon kategóriában nem volt jelentkezőnk, viszont a normál kategóriába bejelentkeztek zárt kertesek is. Viszont a zárt kertben termesztenek csak zöldséget, illetve valaki csak gyümölcsel foglalkozik, és én úgy gondolom, hogy őket sem szabad kihagyni ebből a versenyből. Annál is inkább nem szabad őket kihagyni, mert így a gyümölcsös kerteket járva őshonos fajtákra is szert tudunk tenni, és ez is egy másik vonal, amit szerintem ápolni kell, és nagyon fontos, hogy ezt is fölkaroljuk. Illetve még egy gondolat, hiszen azért tényleg nagyon sok tapasztalata volt ennek a programnak. Ugye említettem, hogy a balkon kategóriában nem volt jelentkező. Ez két dolgot mutatott számunkra. Az egyik az, hogy talán az emeletes házban élő embereknek nincs idejük, vagy nem szeretnek ezzel foglalkozni, vagy nem is tudják talán, hogy hogyan lehet a balkonon
nem csak virágot, hanem paradicsomot és más konyhakerti növényt tartani. Ez a jövő titka, de tulajdonképpen erre mi most fókuszálni fogunk, és ebben nagyon nagy segítséget nyújt nekünk az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcegi tagozata, Béres Anyi bácsival és idős Huba Imre bátyámmal karöltve, akik palántákat nevelnek, és fölvállalták azt, hogy az idősek és a fiatalok körében ezt elterjeszték. Ez azért is nagyon fontos, mert tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok idős ember, aki régebben kertesházban élt, időskorára, mivel már nem tudja a kertjét megművelni, fönntartani, karbantartani, bekényszerült emeletes házba, és ott bizony kicsit olyan gyökerét vesztetten él, nem tudja azt folytatni, amit a kertesházban megszokott, és azáltal, hogy megmutatjuk neki, támogatjuk, segítjük és biztatjuk arra, hogy ott is lehet, ha csak 3-4 cserében is, de lehet konyhakerti növényeket tartani. Én úgy gondolom, hogy egy picit az életminőségükön tudunk javítani, és ha csak annyira tud, hogy kitipegne az erkélyére, hogy megnézze azt a paradicsomot, én úgy gondolom, hogy már az is nagy boldogság számára. Tehát ilyen terveink vannak. Említette, hogy az idén itt Karcagon, tehát most csak nézzük Karcagot, 22-en jelentkeztek. Igen. Jövőre mi a titkos vágy, a titkos cél? Ha most azt mondanám, hogy írja le egy papírra és egy lezárt borítékba tegyük el, akkor miben reménykedik? Én nagyon remélem, hogy a 100-as határt úgy átlépjük, egy olyan 101-102 fő, hogyha jelentkezik, az nekem már nagyon nagy boldogság lenne. De csak az 50-es léptéket haladjuk meg, én úgy gondolom, hogy az is több, mint a duplája, tehát már akkor is szép eredményt mondhatunk magunkénak. Hát kíváncsian várjuk a jövő évet, és reméljük, hogy minél többen fognak Karcagról jelentkezni, még akár balkon kategóriában is. Alpolgármester asszony, az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok rendezvény volt Karcagon. Szerintem nincs olyan rendezvény, amin ön nincsen jelen. Melyek azok, amelyeket kiemelni az elmúlt időszakból? Hát igazság szerint tényleg így van, hogy szinte minden rendezvényen jelen vagyok, és ez tulajdonképpen öröm is számomra, mert így elég sok mindenről értesülök, ami a városban történik. Nagyon-nagyon kedvesek számomra az óvodában megrendezett rendezvények, rengeteg rendezvényük van, és sokszor fáj a szívem, hogyha nem tudok elmenni egy-egy ilyen programra, illetve a nyugdíjasok rendezvényei is nagyon szépek, de bármilyen más rendezvényt mondhatnék a városban, október 23-ai megemlékezéseket, a Kunok világtalálkozóját, a Birkafőző fesztivált, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki megnézi a karcagi rendezvénynaptárt, de nem csak a rendezvénynaptárt, hanem a megvalósuló rendezvények sorát, akkor elcsodálkozhat azon, hogy itt milyen pezsgő kulturális és minden más területen folyó élet zajlik. Milyen a kapcsolata a civil szervezetekkel? Én úgy gondolom, hogy jó, szívesen hívnak, és én szívesen megyek hozzájuk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan alapítványaink, egyesületeink vannak, akik nem csak névleg léteznek, hanem nagyon komoly, áldozatos, odafigyelő, és érdemben gazdag, értékes munkát végeznek. Hamarosan itt az év vége, addig néhány hét van már csak hátra. Milyen feladatok előtt áll még ez alatt a néhány nap, néhány hét alatt? Mi az, ami még várja? Azt tudom, hogy holnap is igen, lesz egy programja. Igen, tehát még két konferencia előttünk, van a 22-i Püspökladányi, és a november 30-ai Jászapáti, azért erre is várok minden érdeklődőt, sok-sok szeretettel, és elkezdődnek az évvégi mikulás, karácsonyi, adventi készülődések, civil szervezeteknél, intézményeknél, óvodáknál, iskoláknál, úgy gondolom, hogy ezekben is lesz lehetőségem részt venni. A közeljövőben azért ezt fontos megemlíteni, hogy most szombaton, elmúlt hétvégén volt a gyermekegészségügyi napok a Kátai Gábor Kórházban, a Gyermeképség Alapítvány szervezésében. Szeretnék dr. Aradi Erzsébet főorvosnőnek gratulálni ez a rendezvényhez, mert olyan értékes előadásoknak lehettünk a fültanúi, szemtanúi, hogy nagyon-nagyon kár lett volna kihagyni, és én nagyon örülök, hogy ezen részt vettem. És bizony-bizony nagyon sok előadását én kötelezővé tenném, például újjáélesztés, egészséges életmód. Tehát ezek olyan fontos információk, ami szerintem nagyon jó, hogy eljut a karcagi emberekhez, és tudnak ezzel a lehetőséggel élni. A polgármester asszony, most mint magánembert kérdezem, hogyan készül az ünnepekre, az év végére?
Hát jó lenne, hogyha egy kicsit le lehetne csendesedni, gondolom, hogy az évvégi nagy forgatag után azért erre is lesz lehetőség, és akkor szűk családi körben eltölteni az ünnepeket, és egy kicsit pihenni, kiengedni, és fölkészülni a következő év kihívásaira. Gondolkozott-e már a menüm? Mert már ugye lassan december eleje van, tehát ilyenkor már a házi asszonyok, ha van idejük, már elkezdenek gondolkodni. Mi az, ami állandó? Hát a pulyka nálunk állandó, de most a kacsa is vetekszik a pulykával, úgyhogy nem tudom, hogy ki fog győzni, de töltött káposzta is biztosan lesz, hiszen az nekem a kedvenc ételem. És hát minden sok-sok finomság. Ilyenkor az ember próbál mindent behozni, amit évközben nem tudott megsütni, megfőzni, azt majd az ünnepekre tálalja. Remélem, hogy sikerül is majd ezt megvalósítani. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó munkát kívánunk a továbbiakba. Tudjon egy kicsit pihenni is évvégén, és kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen, és én is minden kedves televíziónézőnek áldott békés karácsonyt, és nagyon sikeres, boldog, egészségben eltöltött új évet kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy itt volt, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napokban történt karcagi eseményekről készített összeállításunkat láthatják. Karcagi híreink következnek. Napos karate versenynek adott otthont a karcagi városi sportcsarnok. Az első napon bírói továbbképzést tartottak, a második napon szombaton népes mezőny vette birtokba a küzdőteret. Ez a versenyünk nagyon rendhagyó, ebben az évben 40 éves a hazai kiukusin, és ez látszik is a résztvevőkön, hisz majdnem 300 versenyző 90 egyesületből jött el, azt hiszem, hogy ez mindent megmagyaráz, mindent megteszünk, hogy minél hamarabb, minél gyorsabb legyen ez a mai nap. Nagyon hosszú két napon vagyunk túl, tegnap voltak a bírói továbbképzések, este a sorsolás, és reggel már 9 órakor indultunk a versennyel. A 40. évfordulóra érkezők remek színvonalat képviseltek. Azt gondolom, hogy nagyon jó színvonalú a verseny, hisz minden hazai szervezet képviselteti magát, ez látszik a versenyzőkön, mindenki a legjavát hozta el, úgyhogy nagyon jó mérkőzéseket láthattak a nézők. A tatamira lépők között ezúttal is a fiatalabbak voltak döntő többségben. Nem véletlenül van ez így, mondja idősebb Gyarmati Imre. Természetesen az utánpótlás az mindig több. Abból adódik ugye, hogy mire felnő a gyermek, sajnos nagyon sok elfoglaltsága lesz, és kevesebben vállalják be ezt a igen nehéz felkészülést. A karate egyébként méltán népszerű, hiszen az egyik legolcsóbb sportnak tekinthető. Én azt gondolom, hogy nem költséges sportág, talán az egyik, mondhatom, hogy legolcsóbb, ha durván akarom kifejezni magam. Nagyon sajnálom, hogy igen nagyon kevés támogatást kapunk, akár a központi szervektől, és ez az egyik olyan sportág, ami a legeredményesebb az országban, és a legkevesebb támogatásban részesül, úgyhogy itt nagyon meg kell keresni a szponzorokat, sokat vállalnak a szülők magukra, úgyhogy itt mindent meg kell, minden követ meg kell mozgatni ahhoz, hogy egy-egy ilyen rendezvény vagy egy egyesület jól működjön. A sportág művelése tehát nem annyira a költségek, mint a kemény edzések, az életforma vállalásának függvénye. Foghatjuk a kemény felkészülésre is, hisz a napi edzéseket munka után, iskola után nem mindenki vállalja be. Talán időhiány miatt, talán egy kicsi lustaság, de azt gondolom, hogy a szellemi elfoglaltság mellett rettenetes fontos a fizikai felkészülés, hisz egyébként felborul az ember egyensúlya, tehát mindenféleképp szükséges valamilyen sportágat a szellemi mellé hozzátenni. A Kyokushin Nagykung kupának ma már neve van a karate berkein belül. Ez ugye most már kinőtte magát nemzetközi versennyé, ugye a grúzok, horvátok, orosz versenyző is van, és úgy nemzetközi lett ez a verseny. Bízom benne, hogy még több külföldi jön majd el a jövőre vagy azután. Ez a verseny a hazai rangsorban, egy jó közép kategóriában. A létszámában is ugye ez mutatkozik, hisz egész évben nem volt olyan verseny, ahol 90 klub egy-egy ilyen versenyen részt vett volna. Maximum 50-60 volt,
úgyhogy ebben az évben ez csúcs. Tehát azt gondolom, hogy végül is az egyik legszínvonalasabb verseny ez most hazánkban. A Nagykun Kupa versenyein 8 karcagi versenyző is a küzdőtérre lépett, közülük Pap Zsanett, Sánta Vanda, Egri Erzsébet, Szűcs Roland és Pap Dóra ért el dobogós helyezést. Teljesítményükhöz gratulálunk. A Karcagon megrendezésre kerül nemzetközi karate versenyen éppen még elértük ifjabb Gyarmati Imre küzdelmét. Hát Imre a legutóbbi interjúkor tavaly össze, ahogyha jól emlékszem, akkor még a visszavonulásról beszélt nekünk, ez most már az utolsó időszak, most már majd visszalép. Hát ehhez képest parádés győzelmet aratott, hogyha el lehet mondani, visszavonul. Igazából ég még bennem a tűz, az az igazság, de nagyon sok minden másról is kell foglalkoznom. Ugye azt nem mondom, hogy hány éves lettem, mert nem nézek ki annyinak az idén, és most már a jövőképet kell formálni, család, ház, birtok, stb. Tehát már ezek a sportévek leköszönőben vannak, úgy érzem. Tűz még ég bennem, ezért is vállalok még ilyen mérkőzéseket, hogy visszavonulok a karate küzdelemtől. Biztos, hogy visszavonulok, ez is egy kivételes karate küzdelem volt, tehát itt fura engedélyezett volt minden, lehetett fejre ütni, rugni, stb. Ez a legkeményebb karate küzdelem volt, úgy hívják, hogy Shinken Shobu. Japán azt jelenti, hogy igaz ütközet, tehát, hogy mindent lehet teljes erőből. A kesztyűs küzdelemtől még nem tervezem a visszavonulást teljesen. Egyelőre most van egy kis házam, az felújítás alatt, azt csináljuk gőzerővel. Nehéz is volt ide készülni, de ahhoz képest elég jól összejött ez a küzdelem. Attól függetlenül könnyűnek tűnt ez a győzelem, azt tudni kell, hogy elég erősnek éreztem ezt a srácot, tehát nagyon jó formában volt. Neki is világbajnoki helyezései vannak egy másik sportágban, úgyhogy... De a kesztyűs küzdelem, úgy gondolom még, hogy oda talán visszatérek, de ez csak talán, viszont a karate küzdelem az már nem lesz, ez biztos. Gratulálunk az újabb győzelemhez és az újabb serleghez. Mi a vélemény az eddig látott küzdelmekről? Milyen a verseny színvonala? Ön már meg tudja határozni. Igen, maga a színvonal az nagyon jó, illetve mármint az a színvonal, a küzdeni akarás, illetve maga amennyien eljöttek a mérkőzésre. Én úgy látom, hogy ugye a nagyon nagy fejlődésben van minden egyes küzdősport, akár az ökölvívás, kickbox, vagy ez a karate is, hogy vannak még régi vonalak, amelyek nagyon a verekedésre adják a hangsúlyt, én ezt látom különböző tanítványokon. Viszont én úgy gondolom, hogy haladni kell a korral, és föl kell venni már a olyan szakemberek adta irányelveket is, amelyek a jövőképet mozgó, vagy a jövőképet irányozzák meg. Tehát ebben azt akarom mondani, hogy tudni kell verekedni is, viszont maga ez az ütem, ritmus, stb. Tehát azt nagyon rá kell fektetni a hangsúlyt, illetve olyan új erőnléti edzések vannak, amelyek közül itt egy-némelyik fiatal, akár ifjúsági junior úgy edz, és látható rajta, hogy olyan iszonyatos állóképessége van, hogy mindenkit avval fogott meg. Hiába volt a másik ugyan erős, sokkal jobb volt az állóképessége. Ezeket követni kell, mert a nagyvilágban a professzionális sportolók is ezeket csinálják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a sport is, illetve minden egyes küzdősport, az még tud fejlődni, és határa csillagos ég. És maga színvonalon azt láttam, hogy azok a kluboknak a versenyzői, akik az új irányelveket követik, azok nagyon jól teljesítettek, akik meg ugye inkább csak a verekedős stílusra, tehát tudni kell verekedni, csak hangsúlyozom, csak a verekedős stílusra fektettek, az nagy részt úgy láttam, hogy hamarabb elfáradtak. Tehát egy világverseny, amikor 6-8-at bonyolzik az ember, ha 6-8 ellenfele van, akkor ezeket előtérbe kell helyezni, hogy beosztani, tudni kell verekedni, és mikor mit csinálni. Tehát taktika. Egy szóval taktika. Köszönöm szépen, és hát magának meg további jó nézelődés, vagy még, hogyha küzd, akkor további jó élni. Köszönöm szépen. Nagy kunsági könyvbemutatón vehetnek részt az érdeklődők. Ritkaság az ilyen, voltak már nagy kunsági könyvbemutatók, de hogy ennyi könyvet mutattak volna be egyszer, ez tényleg nem mindennapi dolog. Dr. Őrsi Juliannát arról kérdezem, hogy sikerült ezt a napot megszervezni, pontosabban, hogy sikerült ennyi könyvet kiadni az idén.
2012 a nagykunstság számára szerencsés év, hiszen 10 könyvet tudunk a mai nap bemutatni, amely vagy a napokban jelent meg, vagy a közelmúltban. Ez összefogás eredménye, különböző civil szervezetek vették programjukba, hogy egy-egy helyismereti, néprajzi, vagy szintén a tájhoz kapcsolódó könyvet kiadnak. És olyan szerencsés évünk volt, hogy többen is nyertünk pályázatot, és így könyvkiadási projekteket tudtunk megvalósítani. Milyen könyvek, mely kötetek kerültek most kiadásra, hisz egy ilyen tájról azért nagyon sok oldalon lehet megnyilatkozni egy-egy rész problémáját, részletét feltárni. Talán mutassuk be, ön hány könyvben érdekelt? Tudom, jó néhányban, kezdjük talán ezzel, majd utána a többit, jó? Hát, amit már a karcagiak is ismernek, a Hagyományőrzés útján című könyv, amelyet most szintén ajánlunk a közönségnek. Ezt a könyvet és a Középpontban a család című kétkötetes művet a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával tudtuk kiadni. A Turkevei Kulturális Egyesület a kiadója, és a Megyei Tudományos Egyesület. A Jászkunság című folyóirat, mondhatnám szinte, hogy évkönyv, hiszen terjedelmét illetően is megérdemli ezt a jelzőt, és a tartalmát illetően is. Ezt a Magyar Nemzeti Vidékhálózat támogatta, Megyei Tudományos Egyesület folyóirata. Ugyanez a támogatója a Szűcs Sándor a Puszta utolsó krónikása című könyvnek, amely Szűcs Sándor munkáiból válogatás, és Szűcs Sándor emlékének szánjuk ezt a könyvet. Hát tudományos profilja van az egésznek, mindent egybevetve. Mik lesznek még, mert 10 könyvről volt szó, mely könyvek lesznek még bemutatva most? A Nagykun Hagyományőrző Társulás 2 könyv kiadását támogatta. Az egyik Szilágyi Miklós, a Paraszti Kultúra és a Mezőváros témakörben, a másik a nagykunsági kapitányok történetéről szól, a Nádor Egyesület a kun történeteket hozta el erre a rendezvényre, és egy budapesti kiadó pedig Mándoki Kongúr István könyvét. Elég élénk kutató munkát feltételez, ez hány év termése vajon ez, mert vannak azért hosszú idei kiadásra váró munkák is. Hát ez szerzője válogatja, majd 100 szerzőnk van, hogyha a tanulmányköteteket, a folyóiratcikkeket is figyelembe vesszük, mind tulajdonképpen hosszabb kutató munka eredménye. És mi az, ami jelenleg tudomása szerint folyamatban van, tehát könyv, ami kiadásra vár? Terveink között szerepel egy riportkötet a mai családi vállalkozókról, aztán a Jászkunság következő évi, immár évkönyvét is ki szeretnénk adni, és napirendre tűztük az 1863-as nagy asszály emlékének a felkutatását. 100 szerzőt említett, mely tudomány van leginkább képviselve benne, mert szociológiának éppen úgy megvan a helye ebben az átalakulóban lévő világban, mint a néprajznak, ami szintén újabb területeket feltárására vállalkozhat ugyanezért, illetve mondhatnánk a táji változásokat, melyik tudomány az, ami legérdekeltebb, illetve hogy ha mind, akkor milyen arányokban van ez a kutatás. Hát én interdisziplinálisnak nevezem ezt a kutatást, és a könyvek egy részét is. Több tudományág van jelen, történettudomány, néprajz, nyelvészet,
szociológia, történeti demográfia és irodalomtudomány, tehát igen széles a paletta, sőt a közgazdaságtan is képviselteti magát. Hogy állunk olvasóval, hogy folynak ezek a kötetek? Manapság ez sem mellékes. Szűcs Sándor lehetne példának hozni, mert ennek a könyvnek a előéletét tudom. Hát mi is kíváncsian várjuk, hogy hogyan fogynak a kötetek. Minden esetre igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél több családhoz eljusson a híre, és minél többen igényeljék ezt a könyvet. Azon kívül az iskoláknak szeretnénk karácsonyi csomagként összeállítani egy könyvcsomagot a helyi kiadványokból. És csak hagyományos könyvben gondolkodnak, ugyanis most már lehetőség van e-könyv kiadására, tehát elektronikus adathordozóra, interneten való szerepeltetésre, vajon ez megérintette már a szerzőket? Hát a Jászkunság most is olvasható az interneten, és folyamatban van az is, hogy a többi könyvet is feltesszük, azonban a könyv, az könyv. A könyvet lapozni, a könyvet kényelmes pózban olvasni, rajta elgondolkodni, más, mint a képernyő előtt ülni, és éppen keresgélni egy-egy tematikát, vagy egy-egy részt egy internetes anyagban. És kik lesznek azok, akik bemutatnak ma, ezt kérdezem utoljára, és akkor utána már átadjuk Önt a készülődés örömeinek. Hát elsősorban a szerkesztők. Itt lesz, vagy már itt is van, Szatmár Ibolya, a Déri Múzeum nyugalmazott igazgatója, Barta Júlia, szolnoki néprajzi osztályvezető, Dr. Tóth Albert, főiskolai tanár Szolnokról, itt van a budapesti kiadó tulajdonosa Molnár Ádám, és várunk szerzőket is, Budapestről is, helyből is, és a környékről is. Nagyon szépen köszönöm, és minden jó, további jó munkát kívánok. Köszönöm én is lehetőséget. A Rehabos Kft. Karcagi üzeme a Szamos Marcipán megrendelésére készíti a világ minden táján kedvelt marcipán figurákat. A közelmúlt egyik nagy munkáját a Mikulás készítés jelentette, most azonban karácsonyi és az új esztendei kereslet kielégítésére dolgoznak. Már augusztus vége óta megkezdtük a gyártást, több mint 380 ezer Mikulás bocsátottunk ki az elmúlt hónapokban, most szintén az új évi termékeket, illetve ahogy a hátam mögött is esetleg látható a termékek, amelyek Mikulások, különféle malacok az új évre, illetve mindezek mellett, hogy szezonra megy a gyártás, a Walt Disney 60 grammos figurákat is gyártjuk, ugyanúgy a kézi figura, mint ahogy az üzem többi területén a gépi figurák gyártásában. Egy-egy termékből több tízezer darab készül, mint hallottuk, részben gépi, részben kézi gyártással. Egy-egy termék, mondhatom azt talán, hogy több tízezres tételszámban készül. Ugyanúgy több termék, tehát a szezonra, az ünnepekre lebontva, ez mind figuránként jelenti az említett darabszámot. Az eredmény akár százezres nagyságú is lehet. A karcagi üzem szintjén milliós darabszámban nem beszélhetünk, de több tízezres, százezres darabszámban igen.
A csomagolás után a karcagi marcipánok a boltokba kerülnek. Haza, illetve export termékeket gyártunk, hogy mely országokba, Németország, Franciaország az én információim szerint, de nagyon sok termék kerül elsősorban az ünnepekre való tekintettel exportra. De nézzük meg mindezt közelebbről. Itt vannak ami kifejezetten szezon figuráknak mondható, ugye itt a Disney figurák vannak Mikulásnak kidíszítve. Ez a sor a 60 g-os általános kézi figura, amit a Disney családból van kiválasztva, illetve a gyerekek örömére a Verda mesesorozatból nagyon ismert figurák, úgyhogy mint látják, nem csak szezonális termékeket gyártunk, hanem általános kézi figurát is. Az üzemben 3 kézi gyártócsoport dolgozik. Kézi figura csapatunk jelenleg 3x3 fő, ami azt jelenti, hogy egy csapat 40 g-os általános kézi figurát gyárt, két csapat pedig a Walt Disney 60 g-os, illetve a szezonális termékek gyártását végzi. A kézi gyártás nagy-nagy türelmet és sok-sok gyakorlást igényel. Minden figura más-más, tehát ezt nem lehet kimondani úgy, hogy 5 vagy 4-szer kell hozzányúlni. Minden figura más folyamatból áll, más a elkészítési ideje, technológiát beleértve ugye a száradást is, tehát több nap még egy figura elkészül, tehát egy 4-5-6 nap, amire egy késztermék kijön a kezük alól. Kabai Sándorné Icuka az egyik legrégibb munkaerő az üzemben. Én az alapítástól kezdve itt dolgozom, az első, hát 2000 óta, olyan 12 éve. Először kezdtem a csomagolóba, aztán a présnél voltam, préseseknél, és úgy kerültem ide a kézi figurába, mint díszítő. Mióta díszít? Hát ez olyan 5-6 éve körülbelül. Hol kézzel, hol habzsákokkal szemezni, díszíteni, festeni, mikor melyiket kell csinálni. Van, amit habozni kell, van, amit szemezni, mikor mit kell csinálni. És festésből körülbelül hány darabot csinál meg egy nap? Hát ez attól függ, hogy mit kell festeni. Például ez a kézi figuránk nagyon minimális festése van. Ebből 200-300 egy nap, igen, meg több. Volt-e valami olyan termék, ami nagyon feladta a leszkét, tehát az nehezen lehetett valami keveset? Hát vannak különböző nehézségű termékek, amit nehezen lehet betanulni, de megoldjuk. Vannak nagyon jó minőségi ellenőrök, főnökök, akik besegítenek, és hamarosan rájövünk a technikára. Igen, főleg tanácsokkal, hogy hogyan kell neki kezdeni, vagy hogyan kell. Főleg a kolléganő nagyon szeret segíteni. Mennyi idő lehet betanulni egy ilyen figurát? Hogy készülnek ezek, vagy hogy terveződnek ezek? Hát nos, a betanulása is változó. Tehát attól függ, hogy mennyire bonyolultak a folyamatok, meg mennyi száradást igényel. Így aztán van, amelyiket hamar be lehet tanulni, van, amelyikhez viszont minden fázisnál szükségünk van a kooperátorokra. És akkor ők megtanítják nekem is, és akkor így kezdjük el a gyártást, aztán végigkövetjük az egész figura gyártását. Közben ugye minden csoport 3 főből áll, és ők egy-egy munkafolyamatot tanulnak meg. Lehoznak egy-egy olyan mintát, és annak alapján megmondják, hogy na erről van. Így van, lehoznak egy-egy mintát, itt azután, ahogy elkezdjük gyártani, fázis mintákat készítünk, tehát ugye van teste a figurának, tehát így, hogy fölépül, mindenből fázis minta készül közben, mert ugye mindenre vissza kell nézni. Ez ugye, hogy kézi figura, tehát itt nem nagy mennyiségben gyártódnak naponta a figurák, ezért ugye időközben tud száradni is, mert ugye nagy terhet is kell, hogy elbírjanak, tehát ugye nehéz a fej, az alkotó részek, és hogy ilyen szépen megálljanak, tehát utána megszárad a csomagolásban is, megbírjon állni. Tehát elég sok munka van benne. A marcipánok most a következő két nagyobb üzemre készülnek, de ahogy hallottuk, az új esztendőben sem fognak unatkozni, hiszen a megrendelések folyamatosan munkát adnak az itt dolgozó 80 csökkent munkaképességű alkalmazottnak.
Kozma Zsoltal már tavaly első Erdélybe vezető gyalogútja alkalmával is készítettünk interjút. Úti célja Böjte Csaba árvaháza déván. 450 kilométeres gyalogútjával az itt folyó munkára szeretné ráirányítani a figyelmet. Már a tavalyi út is sikeres volt. A tavalyi út is fantasztikus volt, mint ahogy az eddigi néhány állomás is. Egész az út is nagyon jól sikerült, fizikailag is jól bírtam, és hát a megérkezés az minden képzeletet fölülmúlt. A gyerekek áldást osztottak, énekeltek, nagyon szép kis programot csináltak ott körülöttünk, úgyhogy komoly megpróbáltatás volt visszaindulni a való világba. 2011-ben augusztusban indult útnak, most ősszel tudott rá időt szakítani, az őszi időben a túra is tovább tart. A tavalyi túra az összesen 11 nap volt, ezt az idejét egy kicsit hosszabbra terveztük, itt a korai sötétedésre gondolva, úgyhogy az idén 13 nap alatt teljesítjük ezt a távot. A hideg esős időjárás nem éppen optimális az ilyesmire, de ez Kozma Zsoltot nem zavarja. Igazából munkahelyi akadályai, amennyiben ez akadály, akkor munkahelyi késleltetés okok voltak ennek a hátterében, de azt gondolom, hogy itt csak azon van a hangsúly, hogy az ember elindul, megy, az, hogy most esik vagy fúj, az szerintem teljesen mindegy. Október végén indult el Budapestről, naponta 30-35 kilométert halad. 27-én szombaton indultam Budapestről, és november 8-án érkezem Dévára, ez jövő hét csütörtök, ha minden igaz. Az éjszakai szállásul választott településeken mindenütt lelkesen fogadták, és ez erőt ad neki. Köszönöm ezt a lelkes fogadtatást. Ahogy jöttünk idefelé, mondtam is a kísérőimnek, hogy nagyon komoly zavarba vagyok, hogy ilyen fogadtatás még tényleg nem volt egész út alatt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Kozma Zsolt karcagi fogadását és búcsúztatását a Déréné Kulturális Központ és tagintézménye, a Városi Sportcsarnok szervezte meg. A KSE labdarúgói gyűltek össze, Szepesi Tibor igazgató helyettes úr mozgósította a focista gyermekeket, akik elkísérik Kozma Zsoltot az út egy szakaszán, illetve a Facebookon is mozgósítottuk a karcagiakat. Kíváncsi vagyok majd, hogy hányan csatlakoznak hozzánk. Az útvonal innen az országzászlótól indulunk, a Kossuth téren, át majd a Széchenyi Sugárút és a Püspökladányi úton kimegyünk egészen a város határáig. Ott elbúcsúzunk Kozma Zsolttól, aki majd egy kicsit cirkalmas úton folytatja a sétát, hiszen a Püspökladányi út végén tudjuk felújítás van, és ott, illetve aluljáró építés, és ott nem tud átmenni. Földes lesz a következő állomás. Nem tudom, ki meddig sétál velünk, mindenki szabad akaratából eldönti. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ennyien összegyűltünk, kifejezzük a együttérzésünket, illetve szimpátiánkat, köszönöm a segítséget, a szimpátiánkat ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Kozma Zsolt karcagról földesig gyalogolt, aznap onnan Bihar keresztesre ment, november 8-án megérkezett Dévára. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult eljárás két karcagi lakos ellen 2012. november 20-án. Állampolgári bejelentés érkezett, hogy két személy az utcán verekszik. Egyikük engedéllyel tartott gázriasztó pisztolyából több lövést adott le vita partnerére, aki szembefordult vele és nyitott zsebkését a lövöldöző felé dobta, dulakodni kezdtek. Az eset során mindkét férfi könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök a bejelentést követően azonnal a helyszínre vonultak és elfogták, majd előállították a 18 és 25 éves helybéli férfiakat. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Sánta József tiszteletbeli presbiter lesz, akivel az új orgona avatásáról fogunk beszélgetni.
Köszöntöm kedves nézőinket! Október 19-én háladó istentiszteletet tartottak a karcagi Nagykun református templomban, amelynek keretében felavatták az új orgonát. Vendégünk dr. Sánta József, tiszteletbeli presbiter és a karcagi Nagykun városvédő és városszépítő egyesület tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. És én magam is tisztelettel, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik majd ezt a beszélgetést a tévén keresztül megnézhetik. Új orgona, mit kell tudnunk az előzményről? Milyen volt a régi orgona? Hát, minthogy koromnál fogva a 87. esztendő taposom, sok mindent tudok a régi orgonáról. Gyakorlatilag a templom maga a 18. században épült. Az orgona is, amelyik hát műemlék, és amelyikhez nem is szabad hozzá nyúlni, nem is történt ez meg, tulajdonképpen nagyon szépen szolgált. Azért említettem a koromat, mert ugye diákkoromban ugye minden vasárnapot ültünk fent a karzaton, és igyekeztünk jól viselkedni. Mert ezt nem tettük volna, azért megfettek volna az akkori kiváló tanáraink. Gyakorlatilag, amikor sajnálatos módon a 44-es orosz bevonulás történt, nem csak a templomot érte hát bántalmazás, hanem a megszálló seregek szétdobálták az orgonát. Sipukat össze-vissza dobálták, tehát gyakorlatilag használhatatlanná vált. Na most történt felújítás több alkalommal, de visszahozni azt a hangzást, amit annak idején ez a egyébként világhírű orgonaépítők által készített orgona teljesített, azt már nem lehetett. Közben hadd mondjam el, hogy fent az orgonán van egy kis tábla, amelyik bizonyítja azt, hogy kik adakoztak, mert hiszen sokan adakoztak nem csak a harangokra, az orgonára is, a kezdeti időktől fogva, ott vannak azok a nevek, akiknek hát ugye köszönhető, hogy az orgona többszöri felújítása, nem az újabbra gondolok, egyáltalán az orgona beállítása megtörtént. Időközben természetesen annak is, mint hogy a templomnak kellett bizonyos felújítás. Gondolom elnézést, hogy ezek a felújítások azért költségesek voltak. Hát az természetesen költségesek voltak, és akkor, ugye, mint hogy már az utóbbi években csak egy kis harmónium szolgált az istentiszteleteken, ami őszintén szólva méltatlan ahhoz a csodálatos, gyönyörű templomhoz, amelyikben hát a gyülekezet vasárnaponként vagy más alkalommal összegyűlik. Felmerült a gondolat, hogy az orgonát fel kellene újítani. És akkor Kozdibor, nagytiszteletű úr, barátom elkezdte keresni a lehetőséget. Több nagyon híres európai orgonaépítő cég van. Általában 250 millió volt az az összeg, amit ezek a cégek olyan módon, hogy teljesen átépítik az orgonát, ennyi összegbe került volna. Hát nyilvánvaló, hogy ez az összeg egy óriási, ahhoz képest. Hát ez szinte felfoghatatlan összeg. Amennyit úgy van, amennyi egyrészt az egyháznak rendelkezésre áll, másrészt a sok minden más egyéb kiadások, felújítások vonatkozásában gyakorlatilag ezt a megoldást lehetetlenné tette. És két évvel ezelőtt, vagy talán három, de azt hiszem két évvel ezelőtt, pontosan a templomban történt egy olyan esemény, amire hát mindjárt emlékszünk, akik ott voltunk. Rákász Gergely orgona koncertművész barátom adott itt egy orgonás hangversenyt a saját orgonájából. Na most hozzá kell tenni, hogy ez a fajta orgona, de majd erről beszélek később,
egy egészen kiválóan, teljesen modern technikával készített, úgynevezett digitális orgona. Ezzel játszott a Rákász Gergely. Felejthetetlen emlék volt. És amikor hát ennek utána voltunk, jött az a gondolat, hogy talán egy ilyen orgonát lehetne megszerezni, aminek hát az ára természetesen lényegesen különbözik az előbbitől. És hát ennek elkezdte szintén a Kunz Tibor, meg a Szentesi Lajos ennek a lehetőségét keresni, Rákász Gergely tanácsait is elfogadva. Egy olasz céget találtunk meg, a Viscont céget, és annak a képviselőjével vettük fel a kapcsolatot, és meg kell mondjam, hogy egy nagyon korrekt és egy nagyon dicséretes megbeszélés, nem egy, hanem több történt. Természetesen az árajánlatokat is, azokkal a nagyságrendben kisebb vagy nagyobb orgonákkal kapcsolatban kapta meg az egyház. És hát ugye a takarékosság miatt az volt az első meggondolás, hogy talán a kisebb kivitelezésű orgonát, ami hát egy millióval kevesebbe került volna, szerezhetné meg az egyház, és akkor én voltam az, aki azt mondtam, hogy semmiképpen ne ezt tegyük, hanem a nagyobb orgonát vegye meg az egyház, amely tulajdonképpen nem csak a mának, hanem a jövőnek és a többi generációnak is szolgálja majd. Mennyibe az került igényét. Ez az orgona? Gyakorlatilag 7,5 millió volt ennek az árvetése, és említettem, hogy nagyon korrekt volt ez a képviselő. Az előző évi árfekvésben egyeztünk meg vele, ami 1 millióval kevesebb. A kisebb orgona 5 millióba került volna. Tehát még így is volt egy 1,5 milliós különbség. És akkor azt mondtam, hogy mint Városvédő Egyesület, most már tiszteletben elnök, hát 30 évig elnöke voltam, és akkor annak adtam át, aki méltó erre, Györfi Sanyi szobrászművész barátomnak, vele együtt határoztuk azt el, hogy elkezdünk gyűjtést. Uh-huh. Na most ez olyan formán alakult, ami egy kicsit szorított helyzet volt, mert ugye ezt pedig gyűlés elé kellett vinni, hogy mennyibe kerül, elfogadják, nem, ugye hát ez a rendtartás. És 1,5 nap alatt vagy telefonáltam, vagy mentem, vagy jöttek hozzám, voltak éppen több mint 1,5 milliót ajánlottak fel barátaim és ismerőseim. Ez azért nagyon szép, 1,5 nap alatt. Ez annyira megdöbbentő volt számomra is, meg ma is, hogy alig tudom kellőképpen hangsúlyozni, meg megköszönni, hogy ilyen célra, ilyen módon adakoztak. Nos, hát ebben aztán természetesen vállalkozók, sőt a budapesti nagy cég is, akik hát itt most beruházásokat fognak majd megvalósítani, jelentős összegekkel járultak hozzá. Ebből aztán az következett, hogy sikerült elfogadtatni, hogy a nagyobb digitális orgonát szerezze meg az egyház, ami hát sikerült is, gyakorlatilag 5 van belőle az országban idáig. Amikor megérkezett az orgona, hát az egy külön történetet érdemelne, hogy az hogy sikerül majd felszállítani. Na most, ha kiszedik a padokat, és valami emelőgépet, darut, vagy nem tudsz, hát akkor szét kellett volna szedni az egész padsort, és akkor hát sok segítséggel azon a keskeny és többfordulós feljárón cipelték fel az orgonát bizonyos deszkákra téve.
Hát meg kell mondjam, hogy akik ott voltunk, hát lélegzetet alig mertünk venni, hogy hol sérül meg az orgona, mert ugye az ki volt természetesen csomagolva, és vagy hát a falba, hogy sikerült gyönyörűen, hát körülbelül fél óra vagy másfél alatt felküszködni az orgonát, és ez az új orgona a régi helyére került, mellette van. Na most, minthogy ennek a technikai feltétele az is, hogy megfelelő hangfalak is kellnek hozzá, annak a tartó konzolját pedig a fémipari féstechnika Nagy Károlyék vállalták, természetesen, mint hozzájárulás adományként, csodálatosan megszerkesztve és remekül felállítva, mert azok elég súlyosak, 3-3 hangfal a orgona hátsó falán. Nem csak a technikát szolgálja, hanem esztétikailag is teljesen megfelelő. És akkor hát következett a behangolás. Hát az egy külön élmény volt, mert hát úgy általában ott voltam én is. Karcagról oldották meg? Sikerült? Nem. Egyrészt a cég, meg hát ez természetesen velejáró kötelezettsége, de nem csak a cég, hanem ők kértek külön orgonistát is, aki hát nyilvánvaló, hogy nem csak hogy besegített, hanem ellenőrizte. Na most ez kompjúterrel történt. Két alkalommal, majdnem egy fél napig. Na most ez azt jelenti, hát ez ennek a orgonának a csodálatos tulajdonsága, hogy a félhangokat is ki lehet javítani, ha véletlenül megfelelőképpen történik a való játszás rajta. És hát természetesen a végén sikerült. Na most amikor már az orgona úgy szólt, mint ahogy kell, én akkor lementem a földszintre, tehát a templomba, és a leghátsó partba beültem. Milyen élmény volt hallani? Hát talán nem érdemes elmondani, de elérzékenyedtem. Mert valóban zengett a templom, és valójában olyan hangzás volt, amit a régi orgonát tekintve még emlékeztetett, de hogy is mondjam, az egész hangtechnika, amit az orgona, az egészen új volt és csodálatos. Na most nyilvánvaló, hogy az, amit így az említett adakozás során összetudtuk gyűjteni, hát ez nem volt elég. És a presbitérium és az egyháztagok is sorban rendre járultak hozzá. És aki először meghallotta, hát valóban elcsodálkozott, és akkor hát nyilvánvaló, hogy szintén a illendő rendtartás szerint ennek egy ünnepélyes avatására is sor került. Ezen az alkalmon dr. Böskei Gusztáv püspök úr történt október 19-én. Vállalta a eljövetét és a szolgálatát, ami meg is történt, akkor rám hárult az a szerep, hogy mondjam el, hogy történt a beszerzése, meg hát milyen úton, módon került ez a megvalósítás felé. Akkor természetesen még az esperes is, neki is volt szerepe, és utána pedig hát következett a bemutató koncert, amit Rákász Gergely orgonaművész csodálatosan végzett. És hát egy nagyon-nagyon szép, meghatóan, méltóságteljes ünnepség keretében avattuk és adtuk át az új orgonát. Rákász Gergely felavatta ezt az orgonát, arra vagyok kíváncsi, hogy mit mondott utána, mi volt a véleménye? Hát ő ugye hozzáértő, és ugye neki egy kisebb orgonája van, ahogy említettem, ugyanakkor viszont azt mondta, hogy igen, hát ez annyival többet tud, amennyivel nagyobb. Tehát meg volt vele elégedve természetesen, és hát ő
bár Karcagon debütált először is, amit említettem, most az avatáson, és alkalmam volt az egyház rendezésében egy csendes napon a gimnázium diáksága számára is vállalt egy ilyen úgynevezett zenetörténeti órát illusztrációkkal megtartani. Részt vettem ott, is meghívtak. Ahogy Bernstein annak idején, a nagyon híres karmester, a nagyon, nagyon komoly, nagy zeneműveket ismertette a hallgatóság előtt, Gergő tulajdonképpen a diákság nyelvén hallatlanul érthetően és nagyon kedvesen ismertetett orgonaműveket. Nyilvánvaló az orgona, mint hangszer történetét is belevéve a híres orgona művészeket, és mindazt, ami nagyon érdekes, hiszen az orgona a hangszerek királya, hogy mit lehet kihozni egy orgona játékból. Megmondom, hogy ez is kiváló volt. Most azóta már történt egy a cég által vállalt referenciakoncert, ahol egy más orgonista játszott. Persze, hát a közönség hírelve volt ennek a eseménynek a kapcsán. Ott pedig tulajdonképpen kiteljesedett mindaz, amit egy ilyen hangszerből ki lehet hozni. Mit jelent az egyház a gyülekezet életében ez az új orgona? Hogyan ítélik meg? Én azt gondolom, hogy az első döntés, hogy egy ilyen legyen, az már egy külön pozitív dolog. És igazából azt jelentette, hogy maga a presbitérium, hiszen ugye azt fogadta el, az egész reformátusság az egy más kérdés, de azt is mondom majd, voltak éppen jól döntött, az, amikor minden megvalósult, a döntés helyességét is érzékelhették, maga pedig az orgona szolgálata azóta a legnagyobb elismeréssel és jó érzésekkel van fogadva, és nyilvánvaló, hogy mindenki, aki úgy jár a templomba, akár régről, akár újabban, mert hiszen azt azért érdemes megemlíteni, hogy abban az egyházi életben, református egyházi életben, ami manapság van, ugye az én korábbi, régebbi fiatalkoromból elképzelhetetlen volt, hogy 20-an, 30-an egyszerre keresztelkedjenek meg. Na most ez nem elsősorban az orgonának köszönhető. Ez annak köszönhető, hogy milyen irányítás, milyen lelkivezetés van Karcagon a református egyház részéről. És ez egy nagyon helyén való, mint ahogy helyén való akár a katolikus, akár a többi egyház részéről, hiszen azt a morális tartást, amelyiket mégiscsak a család, amelyik sajnos nem mindig tartja ezt nagyon fontosnak, vagy nem ér rá, a nevelés, azon kívül pedig az egyháziskolák által nagyon is komolyan és nagyon is szigorúan betartott nevelési forma, amit látunk már itt a Karcagi Gimnáziumban, teszi azt lehetővé, és nagyon jó érzéssel látja és tapasztalja az ember, hogy azok, akik talán, most nem is nagyon érdemes elmondani, hogy egy generáció, úgy szoktuk mondani, akik átvúrt most van az agya, aki elszokott az egyháztól, nem csak azért, mert a 1945 utáni politika, én végigjártam mindenféle ilyen iskolát, még a marxista egyetemi útvonalon is megvan, és ez csak azért van meg, mert kell tudni mindazt, ami az ember körül van, és létezik,
és ki eldönti aztán, hogy mit ér az életében, mit ér a társadalom életében, mindaz, amit akkor el kellett fogadni sok mindenkinek. Rövidre zárva, a helyzet az, hogy miután itt az orgona elsősorban a beszélgetésünk központja, az is hozzátartozik a gyülekezet istentisztelethez, hogy szóljon egy olyan orgona, amelyik méltóképpen szolgálja a istentiszteleteket. Valójában ezt történt meg. Na most az öreg orgona helyén van, mint ahogy mondtam, hát 250 millióból ugye bármikor helyre lehetne hozatni, de ez már okafogyott, mert ez az új... Hát ez már a modern világ. Modern világ. És mindent ki lehet belőle hozni, és ez gyakorlatilag, ha csak nem verik fel szét fejszével, ez nem romlik el. Pont erre akartam egyébként rákérdezni, hogy ugye említette, hogy ott van a régi mellett az új orgona. Lehet-e, tehát hogy az ott marad úgymond dísznek, emléknek, lesz-e arra esetleg valaha valamilyen lehetőség, hogy olcsóbban, mert ugye a 250 millió forint az rengeteg, vagy az már csak úgy emlékként ott, egy mementóként? Hát ha a mai világ, bocsánat, pénzügyi helyzetét nézzük meg, nem tartom valószínűleg, hogy olcsóbban meg lehetne valósítani. De még egyszer mondom, okafogyott. Most azt az orgonát, amelyik annak idején feltársra került, ahogy említettem, a hívek adakozásából, öreg Bibliánkban még erre van is utalás, gyakorlatilag feleslegessé teszi, hogy változtatni kelljen bármikor. És még egy nagyon, nagyon fontos dolog van. A megyében olyan orgona koncertet, amit ezentúl Karcagon rendezni lehet, nem tud megvalósítani senki. Van esetleg már időpont egy következő koncertre? Lehet-e tudnunk valamit? Hát ez tervezés kérdése. Tervezés. Egyrészt a cég tudtommal még egy ilyen referencia koncertet rendez Karcagon, amelyiknek természetesen ingyenes a belépője. Utána pedig már annak a helyi vagy környékbeli akaratnak és szándéknak lehet majd az eredménye, ha itt orgonakoncerteket óhajtanak rendezni. Ha szabad visszautaljak, hát abban a helyzetben volt a város, meg magam is, hogy a múlt század 80-as éveiben Karcagon 10 év alatt olyan zenei, meg olyan prózai események kerültek megvalósításra, és ehhez az Országos Filharmóniának volt az óriási szerepe, de valójában az a szándék is, hogy az akkori cégek, még a termelőszövetkezetek is, ugye, ahol mindig volt egy bizonyos összeg a kultúrára, voltak éppen hajlandók voltak, azt mondta, hogy jó, hát akkor menjünk el. Teltházakkal történt. Na de hát olyan művészek voltak ugye itt, mint a Fischer Anni, a Jean-Marie Daré, a Lev Oborin, a híres orosz hegedűművész, az opera irodalomból nagyon sokan, még az operett irodalomban is Németh Marika is háromszor szerepelt, a Daré kétszer szerepelt, a híres zongora művésznő, aki azt mondta, hogy faluban még sose játszott, de olyan sikere volt, és az akkori városvezetés vásárolt egy új Steinway zongorát, sikerült elérni, és egy nagyon nagy dolog most is a városi. Tehát gyakorlatilag volt igény és anyagi lehetőség is finanszírozni a fellépti díjakat, mert a címja bele volt. Ez ma már alig ha oldható meg. Tehát nagyon nehéz feladata van bárkinek, aki a kultúrának a legfelsőbb szintjén óhajt valami olyat megrendezni, amire most én emlékszem, meg talán azok is, akik annak idején még ebben részt vettek. De ezzel nem zárom ki azt természetesen, hogy ezt ne lehetne megoldani, és reménykedem abban, hogy valamilyen úton, módon azért sikerül,
visszahozni azt az igényt, mert itt is van baj, hogy ilyen rendezvényekre közönséget kapjunk. Nyilvánvaló, hogy a könnyű műfaj, vagy nem lebecsülve, sőt, nagyon is nagy értékűnek tartom a Magyar Nótát, annak idején még részt vettem, hát ez már nem is tudom, 60-as, 70-es években volt, egy cigány zenekar versenyen, ahol Fülettől, Kunhegyestől, Karcakig cigány zenekarok szerepeltek, és remekül. Szóval, hát egy ilyen rendezvény, persze, hogy megtelik az. Na de ez természetes. Nem zárja ki azt, hogy ne legyenek érdeklődők itt is, ott is. Szabolcsi Bence, a híres zenetörténész mondta, hogy a zene egy és oszthatatlan, tehát beletartozik a legkomolyabb zenétől a mindennapos zenéig, vagy a világ bármilyen zenéjét tekintve, azon kívül pedig még egy ilyen megjegyzése volt, amit szoktam idézni, a zene a világ legnagyobb hatalom, amelyik át tudja formálni azt a lelki magatartást, felfogást, ami általában nyomon követhető, így vagy úgy. Ahol. Ez nagyon szép gondolat volt. Reméljük, hogy a megújult, az orgona által megújult református nagy templomban nagyon sok-sok orgona versenyen lehetünk jelen, lehet jelen Karcag lakossága, és megígérem, hogy tájékoztatni fogjuk a kedves nézőket a következő orgona koncert időpontjáról. Doktor úr, én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök neki, hogy ezt a történetet közzé tehettem és elmondhattam, és valóban nagyon boldog vagyok. Én egyszerű segítője voltam ennek az egész történetnek, de a konstibor nagytiszteletű úr és a főgondnok Szentesi Lajos, aki minden percet ott töltötte az egész orgona szállítás, meg felszállítás ügyében, és egyáltalán az ő tevékenysége és érdemei annyit segítettek és segít az egyháznak, hogy azt alig lehet kellően megdicsérni. További sok sikert és jó egészséget kívánunk. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy mindezt elmondhattam. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, már a megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk műsorainkkal kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat, illetve azt, hogyha a városban bármiféle fontos, rendkívüli, érdekes eseményt látnak, akkor azonnal jelezzék nekünk, hívjanak bennünket telefonon, hogy minél hamarabb a helyszínre tudjunk menni. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.